Hallgass! Megtesz nekem egy nagy szívességet? Százat is. Száz nem számít, egy számít. Maga ma délután elutazik Lilafüredre. Halmoskám, csak vigyázni, nagyon vigyázni, mindent megtudni és azonnal telefonálni. Bízza csak rám. Jó, de el ne felejtse. Kizár dolog, remek memóriám van. Ha nekem mond valaki valamit, vagy én mondok valaki másnak valamit, mondjuk. Jó, minden esetre kössön csomót a zsebkendőjére. Hát kérem, köthetek, de teljesen fölösleges. Mindjárt. Elég nagy? Jó. Isten vele, Aladár. Isten vele! Vigyázzon a csomóra! Milyen csomóra? Miért álltunk meg? Benzint veszünk fel. És hol veszük fel az idősebb házaspár? Sehol. Tessék? Nincs idősebb házaspár. Hát akkor azonnal... Forduljak vissza? Nem. Menjünk tovább. Igen, úgy látszik a karburátor. Az nagy baj. Legalább 2 órai munka. Halló, baj van? Kell valami? A vezérigazgató úr! Jó napot! Kedves! Kovács Vera! Persze, milyen kedves meglepetés! Hova megy? Lilafüredre, víkendezni! Igazán? Hát ez nagyszerű, én is oda megyek. Van partnere? A társam, a sofőr. Defekt? Igen, mégpedig elég nagy. Eldugult a karburátor. Hát szívesen segít a sofőr. Nem, köszönöm, megcsinálom én magam is. Ha ugyan vele a kisasszonynak türelme lesz kivárni. Kérem, én boldogan elviszem. Ó, nagyon kedves, de... Bizony jó lesz, ha a kisasszony előre megy. Ez eltarthat késő estig. Hát persze, csak nem fog késő estig az országúton várni. Józsi, hozzá a kisasszony koffereit. Tényleg olyan sok átart? Igen, de majd sietek, és amit készen vagyok, indulok én is. Hát akkor Isten vele, János. Viszontlátás. Milyen névre méltóztatott? Szűcs János vezérigazgató. Sürgönnyileg rendelte. Hogyne, megvan méltóságos uram.